Gyuszika küldi Szent Lőrincről családjának, szeretete jeléül, drága szép családomnak, szól fiamnak és a két lányomnak. Ezzel a nótával üzenem, tartsatok össze egy életen át, ha már én nem leszek, mert egyszer eljön az a pillanat, hogy a legféltettebb kincsemet, a fiamat oda kell állítani magam elé, és el kell mondanom neki azt, az igaz szót, hogy amiért dolgoztam és szenvedtem egész életemben, azt tovább kell vigye, mert ezt a birodalmat én építettem fel. Elmondhatom, fiam Ricardo, hogy az élet iskolájában az Isten a tanár, és megtanultam, hogy mi csináljuk a pénzt, és nem a pénz minket. De ezt jól vésd az eszedbe, hogy az emberek pénzét bármire képesek, és mi családon belül is oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Hát akkor legyetek szerencsések, hadd szóljon a zene, speciál! És itt mondja Gyuszik az igaz szót, hogy zsáde! Tavén száz de baktale, lépe csak el ásosába Gyuszika, hát ez a családó száz tesz baktale zurális, de dráim buttáim is tó tavén baktale. És itt mondja Gyuszik az igaz szót, a fiána! Megírom ezt a dal, remélem a neve fennmarad, és hogy fiam tovább viszel az én szép családomat. Hazajon! Mert megéltem már dolgokat, és láttam fényes gyémántokat, de nekem mindig a legfényesebb az igaz, én hogy szép családom marad. De úgyha majd elmegyek, nem lesz kő a szívemben, mert én mindent megtettem, fiam, nektek jó legyen. De úgyha majd elmegyek, nem lesz kő a szívemben, mert én mindent megtettem, fiam, nektek jó legyen. Szó! De úgyha majd nem leszel, ne legyen könnyes a szemete, mert én fényes nap leszel, s felszárítom könnyedet. Visszahúztak a gyerekek, és hogy mit fognak érezni,